Ismét nyitva lehetnek a boltok vasárnap, a parlament tegnap visszavonta a vasárnapi zárvatartásról szóló szabályozást. A jogszabály hamarosan megjelenik a magyar közlönyben is. A kötelező pihenőnap eltörlése 57 ezer kiskereskedelmi cég működését érinti. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete a vasárnapi pótlékról is egyeztetett ma Budapesten. Vida Sándor, a KASZ Hajdúbihari Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei titkára van a vonalban, ha minden igaz. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözlöm! A mai megbeszélés elég hosszúra sikeredett. Mi volt a téma tulajdonképpen? Hogyan fogadták a tegnapi döntést? Hát kezdjük az elején. Tehát ugyanúgy, mint a vasárnapi boltzárral kapcsolatban, így a vasárnapi boltnyitással kapcsolatban sem kérdezték meg a szakszervezetünket. Ezért mi egy sajtót közleményt adtunk ki, amelyben azért elmondtuk, hogy a kereskedelmi dolgozók nem bábok a politikai játszmák saktábláján, ezért nem értettük ezt a nagy hirtelen újranyitást, hiszen még pénteken arról volt szó, hogy a családoké, a pihenő, meg aztán hétfőn pedig már a kormány el is rendelte, hogy nyitva legyenek az üzletek. Vagyis hát az országgyűlés megszavazta. Most ismerjük a hátterét ennek az egész folyamatnak, és ismerjük azt is, hogy az ellenzék kezdeményezett egy népszavazást ebben a témában, mert úgy vélték, hogy valójában az embereknek az lenne az igénye, hogy vasárnap is nyitva lehessenek a kereskedelmi egységek. Mit láttak az elmúlt évben, amikor zárva voltak a kereskedelmi egységek? Az emberek tudtak ehhez igazodni önök szerint? Úgy gondolom, hogy igazodtak a társadalom résztvevői, hiszen be tudtak vásárolni pénteken vagy szombaton, tehát igazodás volt, nőtt a forgalom, és mi úgy ítéltük meg, hogy egy pihenő napra a vasárnap mindig szüksége van a kereskedelemben dolgozónak is. Tehát a vasárnapi újranyitással több szempontból is hátrányos helyzetbe sodorták a munkavállalóinkat, hogy hát elvesztették ezt a bizonyos egyetlen pihenő napjukat. Aztán elvesztették azt a lehetőséget is, hogy egy nap együtt lehessenek a családjukkal, meg hogy most ugye egy tisztességes bérért tegyék, hogyha most pedig újra kinyit vasárnap az üzletek. Jó. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon fontos, a kereskedelmben dolgozók többsége támogatja azt, hogy ismételten be legyenek zárva az üzletek. Mit fognak kezdeményezni, mit fognak tenni, hogyan fogják a véleményüket hangoztatni ezek után? Most megint megszületett egy döntés, hamarosan a jogszabály is megjelenik, ahogyan említettem. Mit tehetnek még önök, a szakszervezetek? Mi ugye kezdeményezzük, a Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úrnak írtunk egy levelet, melyben kezdeményezzük, hogy a minisztérium hívjon össze egy szakmai egyeztetést az érintettek részvételével. Tehát elküldtük ezt a miniszter úr részére, ezt az egyik levelet. Aztán ugye mi a Magyar Szakszervezeti Szövetség tagszervezete vagyunk, ott pedig a Magyar Szakszervezeti Szövetség kezdeményezte, mivel ő a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának a tagja, hogy ezt egy azonnali összehívást kezdeményezett, mégpedig a vasárnapi munkavégzéssel kapcsolatos pótlékok rendezése miatt és a munkaerőbeosztással kapcsolatos szabályok egyeztetése miatt. Mit szeretnének, milyen pótlékot szeretnének, elnézést, mit szeretnének, milyen pótlékot szeretnének, hogyha vasárnap is dolgozniuk kell? Mi azt mondjuk, hogy szeretnénk, hogyha a munkatörvénykönyve úgy változna, hogy 100%-os bérpótlékot fizessenek a vasárnapi munkavégzésre. Aztán követeljük, hogy a munkáltatók adják meg a választási lehetőséget a munkavállalóknak, hogy ők dönthessék el, hogy akarnak-e vasárnap dolgozni, vagy nem szeretnének vasárnap dolgozni. Egyébként a jogszabály... Aztán azt is követeljük, hogy biztosítsák azt a megfelelő létszámot, ami ugye le van csökkentve, borzalmasan lecsökkent a kereskedelemben dolgozók létszáma. Nem lehet kapni szakembert, minden üzletre ki van írva, vagy eladót fölvesznek. Ehhez képest a nagy cégek most igen gondban vannak, nem tudom, hogy fogják megoldani a vasárnapi nyitást. Egyébként mi lenne a jellemző, illetve mit ír elő a jogszabály? Egy hónapban hány hétvége vagy hány szabadnap juthat a kereskedelmi alkalmazottnak, hány pihenő vasárnapi nap? A munkatörvénykönyv úgy fogalmaz, hogy
egy vasárnapi pihenőnapot kell biztosítani a kereskedelemben dolgozók számára is. Mi azt szeretnénk, hogy ez 2 vasárnap legyen a kereskedelemben dolgozók részére, és ha már a törvény mindenféleképpen boltnyitást kezdeményezett, akkor mi meg azt szeretnénk, hogy még egyszer mondom, 100%-os vasárnapi pótlékot fizessenek azoknak a dolgozóknak, akik bemennek vasárnap dolgozni. No hát az egyeztetések és a vita is folytatódhat a napokban. Igen. Köszönjük szépen Vida Sándornak, hogy rendelkezésünkre állt. Viszonthallásra. Köszönöm. Csak.